Tettel köszönték mindenkit, aki a kiskolasi zsidó hitközség mártírjaira, a holokauszt áldozataira eljött és együtt ünnepel, illetve megemlékezünk velünk. Elsősorban Noémit kérném fel, hogy üdvözölje a megjelenteket. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a Kiskunhalsi Izraelita Hitközség nevében, és elsőként tisztelettel felkérem dr. Feldmayer Pétert, a Mazsi Hisz Közép-Magyarországi Területi Csoportjának elnökét, hogy szóljon néhány szót. Gyászoló gyülekezet, évről évre idejövünk, és emlékezünk mártírjainkra. A mai nap különös nap, szökőév van a zsidó naptár szerint, ezért a mai nap egybeesik egy másik jeles nappal, Jeruzsálem napjával. Mindannyian tudjuk, hogy azoknak, akik meggyilkolták apáinkat, anyáinkat, nagyszüleinket, mindenki mást a családjainkból, nem csak az volt a céljuk, hogy embereket öljenek meg. Nem csak az volt a céljuk, hogy meggyilkolják a kiskunhalasi zsidókat, a magyarországi zsidókat, az európai zsidókat, céljuk ennél sokkal nagyratörőbb volt, örökre ki akarták írtani a zsidóságot, a választott népet a történelemből. Meg akarták változtatni a történelem menetét, hogy soha többet ránk senki ne emlékezzen, senki ne tudja, hogy zsidóság volt valaha a Földön. Maga Kiskunhalas a bizonyítéka annak, hogy amit akartak tenni, azt nem tehették meg, hisz a kiskunhalasi zsidóság működik, itt van velünk, e szép zsinagógát rendbe tartja. És Jeruzsálem napja is bizonyíték, hogy azt, amit akartak, nem tudták elérni, nem csak, hogy túlélte a zsidóság egy része, jelentős része a holokausztot, a népirtást, nem csak, hogy önálló államot tudott létrehozni, hanem éppen ma, 49 éve sikerült felszabadítani Jeruzsálemnek azt a részét, amelyet az arab csapatok megszálltak, megszentségtelenítették az ott lévő összes zsidó kegyhelyet, és igyekeztek ők is eltörölni azt, hogy valaha Jeruzsálem a zsidó nép fővárosa volt. Nem sikerült nekik, mert nem sikerülhetett. Az izraeli hadsereg véres harcok árán, de felszabadította Jeruzsálemet, és ma már mindenki, aki a világon él, oda mehet a Sidató falhoz, legszentebb helyünkhöz, imádkozhat az örökké valóhoz, legyen az zsidó, keresztény, muszlim, buddhista, vagy bármilyen hitű ember. Aki ránéz Jeruzsálemre, annak a szíve földerül, hiszen az ősi falak újraépültek, az ősi épületeket újra láthatjuk, járhatunk ott, eleink nyomában, a több ezer éves kövön, és gondolkozhatunk azon, hogy bár a történelemben sok minden megváltozik, de a zsidó népet elpusztítani nem tudták, és reméljük ezután se tudják. Bizton tudom, hogyha van olyan, hogy azok, akiket meggyilkoltak, most lenéznek ránk, ha van ilyen, akkor az ő szívüket is büszkeség tölti el Jeruzsálemért, az újraegyesített Izrael örök fővárosáért, mint ahogy a mi szívünket is. Ennél méltóbban megemlékezni mártírjainkról azt gondolom nem lehet. Most pedig hallgassák meg, gondolom, Róna Tamás úr hozzászólását. Tisztelettel köszöntöm vendégeink között városunk vezetőit,
Fülöp Róbert polgármester urat, Szűz Csaba és Farkas Dániel alpolgármester urakat, városunk képviselőit, a társegyházak vezetőit és megjelent képviselőit, elszármazott hittestvéreinket, az ő családjaikat és minden kedves megjelent vendégünket. És most nagy tisztelettel felkérem dr. Róna Tamást, a Délalföldi régió vezető rabbiát és Ráb Gábor kántorjelöltet a mártír istentisztelet és megemlékezés megtartására. שלושה דברים ברשותו של אדם, ואלו הם הפה, הידיים והרגליים. Kedves barátaim, drága hittestvéreim, e talmudikus idézet felcsendül itt most a halasi zsinagógánkban, és egy kérdést vet fel, amely a teremtett ember életét vizsgálja, melyek azok a dolgok, teszi föl a talmudikus bölcs a kérdést, amely fölül a teremtett ember határozhat. Az első, a hagyomány tanítása szerint, hapé, a kimondott szó. A szó, amelyet megformálunk, amivel gyógyítani és egyben sebet ejteni lehet, amivel alkotni és emlékezni is lehetséges. Yadaim a kézalkotása, amelyet egy élet során, egy krédó alapján, egy arcpoétika látomása szerint megfogalmazunk. És a harmadik, vöheragláim, a lábak, amelyek egy kijelölt úton visznek bennünket. Ezek a napok, amelyeket most számolunk, úgy neveztetnek, hogy Sfirat HaOmer, az Omer számlálás napjai. Olvassuk a Tórában, hogy egykoron, amikor a szentély állt, 7x7 során, azaz 49 nap valamennyikén, a szentélybe egy különleges áldozatot mutattak be, egy ómernyi búzát vagy árpát, azaz egy kévényi árpát és búzát. Kérve a világ alkotójának irgalmát, hogy annyi eső, csapadék és napsütés kerüljön ide a földre, amennyire szükségünk van. Aztán a történelem viharai ezt az ünnepi időszakot, amely a zsidó húsvéttól, Peszach második napjától, a zsidó pünkösdig, Sávuottig, a hetek ünnepéig vezet minket, amely Matán Tóra Ténú, a Tóra adás ünnepe, az a nap, amikor Mózes a Szináj hegyen átveszi a világ alkotójától a két kőtáblát, rajtuk a 10 igét, az emberiség erkölcsi alapját jelentő oszlopok ezek. És ez a 49 nap, amely Peszáktól Sávuottig tartott, a történelem hordalékával egyre sötétebb árnyalatot nyert. És elérkezünk 1944. május végéhez, itt Kiskunhalason és szerte szeretett országunk vidékén,
a fővároson kívül mindenhol máshol elkezdődik a magyar zsidóság, a magyar vidéki zsidóság deportálása. Nem számított, hogy az illető híres tudós, akiről a korabeli sajtó ódákat zengett, nem számított, hogy egyszerű kétkezi munkás, aki arca verejtékével kereste meg csöpnyi gyermekeinek és drága feleségének a mindennapi betevőt. Nem számított, hogy idős vagy gyermek, mindenkit kivétel nélkül összegyűjtöttek, és aztán a vasúti szerelvények a mindent elnyelő sötétségbe vitték őket. Auschwitzba, Treblinkába, Hemnóba, Majdanekbe, ahonnan nem volt visszatérés. Itt állunk, és keressük a szavakat. Keressük a szavakat, hogy szívünk fájdalmát, és a tekintetünk előtt hiányzó testvéreink emlékét meg tudjuk érteni, és méltóan tudjunk emlékezni. Napokon belül beköszönt a zsidó pünkölt Sávuot, amikor a világ teremtője a Szinájhegyén átadta Mózesnek azt a parancsolatot, hogy lotircach, ne ölj! A 10 parancsolatot át lehetett volna adni a Himaláján, mert hogy talán az emberiség legmagasabb pontján kellett volna átadni. De Szinájhegye a saját 800 méterével, bár hegy elméletileg, és úgy tekintünk rá, mert elkölcsileg minden ízében az, nem kell szakembernek lenni, nem kell hegymászónak lenni, hogy oda bárki föl tudjon jutni, hanem az mindenki számára elérhető. És itt állunk, fájdalomtól sújtva, és megpróbáljuk megérteni, hogy a mózesi törvények az emberiség erkölcsét jelentő 10 parancsolat 6. törvényét. Lo tircach, ne ölj. Hogy vehette semmibe az ember? Slosadvarim birsutó seladám. 3 dolgok száma az, amely a teremtett ember akaratától függ. Há pe a kimondott szó. Az emlékezés szava. Hogy próbáljuk megérteni, hogy hogy következhetett be 1920-tól, a numerus clausustól, a zárt számtól, a 6%-tól, 1944 a vidéki zsidóság üldözése, gettósítása, haláltáborokba hurcolása és teljes megsemmisítése. Szküllák és karubdiszek között vezet az életünk. A második, Jadáim, a kézalkotásai. A zsidóság történelem szemléletében az ókorban bekövetkezett 2 tragikus pillanat, úgy ismeri a hagyomány, hogy Hurbán, a szentélyek pusztulása. A Talmud egy rövid történetet hoz elénk, amely arról szól, hogy Jeruzsálem, amelynek ma a napját ünnepeljük, egyben emlékezünk a holokausztban meggyilkolt testvéreinkre. Jeruzsálem, a szent város lángokban áll, romok, üszök és pernye, amely beborítja a várost. Elpusztult az első szentély, és elpusztult a második szentély. És írja a talmudikus hagyomány, hogy amikor már a remény is visszaszáll a világ alkotójához, akkor a fiatal papok maradéka a főpap szobájából előhozza a szentek szentélyének a kulcsát.
A jeruzsálemi szentélyben volt a csarnok, és abból vezetett föl 15 lépcső a belső szentélyhez, ahol a Fridládát őrizték benne, az előbb említett összetört két kőtáblával. És a fiatal rabbik, a fiatal papok, amikor látták, hogy minden a tűz martalékává válik, szimbolikusan egy díszes párnára fölhelyezik a szentek szentének a kulcsát, és odaállnak, amíg zsarátnokkal égő romokhoz, és felfelé tekintenek, és egy ima iratik a talmudi fóliás lapjára. Te, aki a világ alkotója vagy, tekints le ránk, és a mi erőnk már kevés, hogy innen tovább menjünk. Kérünk téged, aki adta nekünk a Beit HaMikdást, a szentélyt, itt a kulcsa, és amíg nem jön el a pillanat, addig vedd ezt vissza tőlünk. És ekkor, írja a Talmud, csoda történik, mert hogy az ég magasságából egy erős kéz nyúl le, és emeli föl az ő remegő kezei közül a szentély kulcsát. Biztosítva arról az ott és akkor imádkozó generációkat, hogy lesz folytatás. Jadáim a kézalkotása. Haragláim, ha derech az út, amin érdemes és méltó járni. A magyar neológ zsidóság egyik kiválóságának az emlékét hozom ide közétek, Seiber Sándor professzor úrt, aki az egyik tanulmány kötetében leírja, hogy hogyan köszöntötte a szüleit, az nagyszüleit az aranylakodalmukon. Seiber professzor úr azt mondja, hogy az elkövetkező évek, évtizedek, évszázadok és évezredek során, hogyha az időt, mint egy szakadékot látnánk, akkor e fölött, a szakadék fölött nemzetek és népek különböző hidakat építenek. Van, aki erős kövekből épít átjárót, hidat az egyik partról a másik partra. Van, aki acélból, fémből épít rendíthetetlen, erős szerkezetű hidat. És látjuk azt, hogy az idő, amely kérlelhetetlen, és visszavonhatatlanul mindent, amely teremtett anyagba formáztatott, azt megőröli, és a Seolba, a végtelenbe helyezi vissza. És azt mondja Seiber professzor, de látni fogtok egy hidat, amely mindegyik más hídnál különlegesebb. És ez a híd, bár meg fogtok döbbenni, de papírból épül. Abból az anyagból, amit egy gyenge szellő felkap, és elrepít olyan messzeségbe, amit az emberi szem már nem láthat. Egy híd, amely bár papírból épül, de egyedüliként fog átnyúlni a teremtett idő egyik pontjától a másik pontjáig. Mert hogy ez a papírhíd a Szentírás lapjaiból áll. Az örökkévaló élő szavát hordozza, amely azt mondja, a haftá reak moha, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Itt és most emlékezünk Ábel gyermekeire, unokáira, dédunokáira, azokra a generációkra, akik nem születhettek meg. Nem olyan régen veszítettük el Kertész Imrét. És ő írta a novellát, amely azt a címet viseli, Kádis egy meg nem született gyermekért. Amikor mi itt testvérként ülünk és emlékezünk,
az ő be nem teljesedett életükre is emlékezünk. Végezetül fohászkodok a világ alkotójához. A Venu Sheba Shamaim, Zor Israel Rogalu. Mennyei atyánk, Izrael szirtje és védelmezője, tekints le ránk, drága testvéreinknek, itt valamennyünknek, és szerte a távolba. Adj vigasztalást és erőt, hogy a te utadon járjunk. Őrizzük drága áldozataink emlékét. Kén jö híró cajn, s erre együtt mondjuk. Amen. Él malé rachamim, sohen bám romim. Ham cémen után hana, alhan fi achishina. Bám alot kedosim utahorim, kezohar halakia. Meirim umasirim et nishmat acheinu kol bet Yisrael shechom aso shenehar bo veshenesrefo shemo Haskarat nishmatam beganeden, beganeden tehim menuchatam lechan balarachamim yesetiram besiter kenafav laolamim v'yitzvar bitzvar achayim et nishmatam Adonai hu nechalatam v'yanchu al mishkavam v'ashalom ונאמר אמן. Kérem önöket, hogy hallgassák meg az erre az alkalomra összeállított irodalmi műsorunkat. A műsorban Székely Magda, illetve a hitközség nagysága, Rózsika néninek a versei, illetve holokauszt túlélőknek a versei hallhatók. Székely Magda, az ítélet. Nem enyhülhetek, mert helyettük élek, akikben többé nem kellhet bocsánat. Ők sem változnak, mint a föld a követ, úgy viselik a mozdulatlan vádat. Tavaszodik. Én eszem és növekszem. Az eleven hús élőhöz hajolna, kapaszkodnék a létező világhoz, mint növény a karóra. De úgy kell élnem, könyörtelenül és enyhületlen, ahogy ők halottak. Meg kell maradnom, mint földön a kő, igazságukban meg nem ingatottnak. Heged a föld, kihasított helyük a születőkkel lassan megtelik. Minden nyomukat benövi az élet, magam vagyok az utolsó ítélet. Éli, éli, se lójiga merle olám, ha hol vehajám, ris rús sel hamáim, barák hasamáim, tfilát hádám. Istenem, Istenem,
Soha ne legyen vége a világnak, a tenger fövenyének, a víz morajának, az ég csillogásának és az ember imájának. Holokauszt. Teljesen elégő áldozatot jelent. Holokauszt, soá, vészkorszak. Szinonímák. 6 millió, 600 ezer, 20, 1. Számok. Számomra mégis egyet jelentenek. 6 millió zsidó áldozatot, 600 ezer magyar zsidó áldozatot, 20 zsidó áldozatot, a családomat, és marad az egy. Az egy, aki én vagyok. Az egy, akinek nem egy kérdése van, aki nem egy dolgot nem ért, akinek nem múlik el egy nap az életéből, hogy ne gondolna 20-ra, 600 ezerre, 6 millióra. Egy. Milyen kicsit szám, és mégis milyen hatalmas. Mennyi minden fér bele. Soha nem feledem nagyapámat, akinek egy fényképe maradt az első családjáról, a feleségéről, a 3 éves kisfiáról, Jancsikáról, kiknek, mint rajtuk kívül sokaknak, más bűnük nem volt, csak annyi, hogy zsidónak születtek. Nem volt választásuk. Sorsuk meg volt pecsételve, mint rajtuk kívül sok százezernek. Furcsa, mikor felnőtt férfit sírni látunk. Gyerekként én sem értettem. Mára már sok mindent megtanultam, de érteni soha nem fogom. Ma én nézegetem a fotót, rajta egy kisfiúval és egy mosolygó asszonnyal. Agyba vésődik a kép, de felfogni képtelen. Megérteni? Lehetetlen. Ma én gyászolom őket, ismeretlenül. Vannak még, akik köztünk élnek, akik még mesélnek, ha van erejük hozzá, vagy egyszerűen magukba zárják az átélt borzalmakat, hogy csak ne is halljunk róluk. Én is jobban szeretek másról beszélni, mint a holokausztról. Jobban szeretek az ünnepeinkről, a szokásainkról, a ránk váró feladatokról. Mégis kell beszélni, tenni, emlékezni, és főleg emlékeztetni, még ha rossz is, még ha fáj is. De emlékezni kell azokra is, akik az értelmetlen pusztítás elől zsidók százait, ezreit mentették meg. A Yad Vashem intézet azokat a nem zsidó embereket tünteti ki, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Oszkár Schindler, Perlaszka, Raúl Wallenberg, Salkaházi Sára, Slachta Margit, Sztéló Gábor, Karádi Katalin, és még sok százan, kiket méltán nevezünk a világ igazainak. Ne feledjük. Aki egy embert ment meg, az egy egész világot ment meg. A Kiskunhalasi gettó lakóinak névsorában 1944. május 30-án 551 fő szerepelt. A munkaszolgálatra elvitt férfiak száma körülbelül 200 fő volt. Ebből a túlélők száma körülbelül 120 fő. A gettóba, gyűjtőtáborba zárt, majd deportált körülbelül 520 személy közül körülbelül 200 fő vált a holokauszt áldozatává. Kutatásaink alapján a kiskunhalasi áldozatok száma a pontosság igénye nélkül majdnem 300 ember. Végállomás. Végállomás, Auschwitz. Megáll a vonat, s kiszédül belőle az ember áradat. Hangzavar, sikoly, imádság és átok. Nyomorult páriák, jaj, mi vár reátok? Rabruhás zenekar a karmestert várja, a tangó boleró kísér a halálba. Zokogó dallamok, fekete gyászzene. Hol vagy? Miért nem segítesz, Izrael istene? Elindul a tömeg,
egymást bátorítva, ötös sorba állva mennek a halhatatlanságba. Nincsen már Isten veletek, sem velem. Ilyen borzalmat még nem élt történelem. Eldobált mankók, petyes labdahegyek. Hol vagytok öregek? Hol vagytok gyerekek? Gazdátlan rollerok, babák és karikák. Hol vagytok zsuzsik, ágik és gyurikák? Fekete kisbuksik, szőke, loknis fejek. Amíg élek, síratlak titeket. A kémény csak füstöl, ontja ember anyagát. Érzitek az éget hús szagát? Civilizált világ, nézd meg ezt a tájat. Lehet elfeledni? Van erre bocsánat? Hitler a zsidóságot tekintette a náci Németország fő ellenségének. Emberei táborokba kényszerítették a számukra alacsonyabb népcsoportba tartozókat. Ilyen táborok voltak a munkatáborok, a koncentrációs táborok és a megsemmisítő táborok. A példátlan gyorsasággal mindössze néhány hét alatt, május és július között a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenau-ba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a birkenaui lágerben azonnali pusztulás várt. A csekély számú munkaképesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatásokat. Mindössze néhány tízezren tértek vissza. A holokauszt emléknapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a múltat és megemlékezzünk az áldozatokról. Gyermekként ki mástól idézhetnénk, mint Anna Franktól. Anna 1929-ben született Berlinben, majd a nácik hatalomra kerülése után a családjával Hollandiába menekültek. 1940 májusában a németek megszállták Hollandiát is, itt is elkezdődött a zsidó üldözés. Anna a 13. születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. A naplóba egy kitalált barátnőjének írta bejegyzéseit, amelyek így mindezzel a megszólítással kezdődnek. Kedves Kitty! Az utolsó napló bejegyzés időpontja 1944. augusztus 1. Anna Frank élt 15 évet. Részlet a naplóból. Mindig marad valami szép. A természet, a napsugár, a gondolatszabadsága, amiért érdemes élni. Erre kell figyelni, akkor újra magunkra és Istenre találunk, és meg lesz a lelki nyugalmunk. És aki maga boldog, az másokat is boldogít. Akiben bátorság van és önbizalom, az nem pusztul el a bajban. Az emlékezés által válnak halhatatlanná az áldozatok. Emlékezzünk együtt a náci diktatúra áldozataira. Hanvaitok hol találom? Virág szirmon? Fenyő ágon? Szőke búza mezejében? Lombos erdő sűrűjében? Vagy a légben? Tán az égben, földön túli fényességben? És a csillagok közelében? Vigyáztok rám úgy, mint régen? Hol találom hanvaitok? Szívet tépő örök titok. A nyári szél szárnyra vette. Hová vitte, hová tette? Magas szikla tetejére? Elnyelte a folyó mélye? Befogadta csacska patak?
porotokból virág fakadt. Jaj, hol vagytok? Hol vagytok? Kétségek közt miért hagytok? Kérdezem a nyári szelet, nem mondja meg, nincs felelet. Nyári szél, bűnös szél, titkát őrzi, nem beszél. Lengyel mezők, lengyel hegyek, szóljatok ti, beszéljetek! Gyászos mezők, gyászos hegyek, poraikat ti rejtitek. Kételkedem, hitem nincsen. Van-e ott fenn? Van-e Isten? Hogyha van, miért nem felel? Kin haláltok? Miért nézte el? Sírotok nincs. Hova álljak? Zokogjak? Kiabáljak? Sírva sírjam el, nevetek? Hol vagytok? Hát feleljetek! Két évet éltem én ezen a föltekén. Játszottam, daloltam, Gyurika én voltam. Sohasem játszom már, nem épül homokvár, nem szágult paripám, nem szól a trombitám. Labdába nem rugok, már versenyt sem futok. Nem mászom a fára, nem lépek a sárba. Nem piszkos a ruhám, nem szid meg anyukám, nem hajtok karikát, nem bántom a cicát. Falra sem rajzolok, csak itt sem majszolok. Oviban se járok, kis játszópajtások, nem játszom veletek, sehol ne keressetek. Por és hamu vagyok, megöltek a nagyok, megnőni nem hagytak, kegyelmet nem adtak. Szép hajam nem lobog, kis szívem nem dobog. Két szemem nem ragyog, egy marok por vagyok. Többé ne keressetek, de soha ne felejtsetek. És most következik egy lágerdal nagymamám, Krausz Dezsőné emlékezetéből. Nem vagyok én már az, aki voltam, Lichtenauban fogoly vagyok én. Csak egy szám a nagy fogoly táborban, mindenem a bíztató remény. Fájó szívvel, elnehezült testtel, dolgoztatnak éjszakákon át. Keservesen kicsordul a könnyem, s úgy érzem, hogy nem bírom tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam, nincs igazi otthonom nekem. Idegenben, magamra hagyottan, nehéz bánat ül a lelkemen. Álmaimban mindig hazajárok, várnak rám, akiket szeretek. Szürkületkor, ha munkába állok, szomorú valóra ébredek. És egy másik lágerdal Birkenau szörnyűségeiről, szintén nagymamánk emlékezetéből. Birkenauban élni de rossz, sok ezer zsidót a német ott kínoz, sok ezer sóhaj száll a légen át, amikor Hella célappelt kiált. Célappelt állni, Istenem, de rossz, hol forró hőség, hol zápor kínoz. És ha nem állsz úgy, mint a cövek, a liza karja mozgásba kezd. Birkenauban de rossz a barak. Az eső úgy csurog be, akár a patak. És ha lefekszel a puszta földre,
úgy átázolott, mint egy ürge. Az ivás, mosdás sok gondot okoz, az autó ritkán jár, és a sofőr pofoz. Fertőtlenítőbe fürödni mehetsz. Éva kosztümben visszajöhetsz. Nem sokára ez a sok rossz véget ér. Minden zsidó újra hazatér. Emlékezünk majd otthonunkban, mennyit szenvedtünk Birkenau-ban. Ima. Uram, királyom ott fenn az égbe, te látod mindazt, ami itt megy végbe. Családi tűzhelyek romokban hevernek, egymást pusztítják, ölik az emberek. Pusztulás mindenütt, lángban áll a világ. Vérré vált a folyó, vérszínű a virág. Te odafentről látod ezt a képet. A lángtenger közepén szerencsétlen néped. Elküldted közénk a halál angyalát. Te hallod Izrael panaszát, jajszavát. Csak kín és szenvedés nyomorult életünk. Uram, ha nem segítesz, mindnyájan elveszünk. Elvetted szüleink, otthonunk, mindenünk. Ne súgy bűneinkért tovább már Istenünk. Küldj békét a földre, fordítsd felénk orcád, milliók nevében könyörgöm te hozzád. Add vissza szüleink, otthonunk melegét, az anya karjaiba ártatlan gyermekét. Emberi mi voltunk, emberi életünk. Izrael Istene, ne hagyj el! Légy velünk. Ámen. Mai megemlékezésünk zárásaként a Barta család emlékébe nemrégiben felállított emléktáblánál az ő emlékükre is hangozzék el a kádis a zsinagóga előtt. Kérem a tisztelt vendégeinket, hogy fáradjunk ki az udvarra. És akkor, ahogy szoktuk, kérlek benneteket, hogy mondjuk el azt, ami maradt nekünk, az ima szavait, akár ott. Szgadal viszgadás mérabóv, álmádi firuszé, vagy amlichmál huszé, vagy echon, uvmaj mechon, de hol bész iszroel, bábulizmán kóri, imdu, amen. Jöhés mér ráb, vórat már májó izborák, vagy is tabák, vagy is poár, vagy is szannán, vagy is nátok. Vagy is szador, vagy is halé, vagy is halál, és sem még ott sok. No, mint korbi hosszó, és író szó, tűzbe hosszó, de nem lesz. Jöhés lomó ráb, hogy is tulajdonképpen vagyok. Iszes a lomindró már, újjá, a szes a lomá lényé, vagy hogy is szó, 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 hogy is sz